A vasárnapi Szent Mise után a Békés Csabai Társszékes Egyháztól indultak az zarándokok a Damjanics és a Veselényi utca kereszteződésében felállított Szent Háromság szoborhoz. A megyeszékhely új, köztéri műalkotása már korábban a helyére került, vasárnap pedig felszentelték. Barátaimat, művészettörténészeket is kérdeztem, ők se találtak nyomát. Tehát vélhetőleg ez az első Szent Háromság szoborogatás. Az eseményen Csétót János művészettörténész az avatás egyedülálló voltát hangsúlyozta. Arról beszélt ugyanis, hogy nagy esély van arra, hogy 1948 óta Magyarországon ez az első új Szent Háromság szobor. A Szent Háromság szobor egy európai és egy keresztény történet. Nyugat-európai és keresztény. Úgyhogy most oda csatlakozunk, ahova az európaiak, mint katolikusok, és reformátusok, és evangélikusok, és így tovább soratnám kapcsolódnak. A református és az evangélikus gyülekezet képviselői mellett Szigeti Antal katolikus esperes plébános szólt a megjelentekhez. Három lábú szék a legstabilabb. Ha a mi életünket a Szent Háromság alapjaira helyezzük, gondolom a mi életünk is a legstabilabb akkor lesz, ha elfogadjuk a Szent Háromság titkát, az Atyát, aki teremtett, a Fiút, aki megváltott, és a Szent Lelket, aki bennünk a jót műveli és megszentel bennünket. A mű elkészítése a kötegyáni Szőke Sándorhoz fűződik. Számára egy több hónapon át tartó folyamat volt a Szent Háromság szobor megalkotása. A mű létrejöttét jó részt kormányzati támogatást tette lehetővé, de a helyi szerepvállalás jelentősége sem elhanyagolható. A mű felállítását Szatmári Csaba kezdeményezte. Tavaly év szeptemberében lett volna Budapesten az eukarisztikus kongresszus. Arra időzítettem volna ennek a Szent Háromság oszlopnak a felállítását. Sajnos a járvány fölülírtam ezeket a terveket, de az alkotás mégis megvalósulhatott Isten segítségével. A helyszín kiválasztásában az játszott szerepet, hogy itt három út találkozik Békés Csabán, és ez a három út már önmagában hordozza a hármasságot, amit ezzel az alkotással tovább tudtunk erősíteni. A napjainkban ritkaság számba menő alkotás talapzatán három, a magyar történelemből ismert szent jelenik meg, István, Imre és László. A Szent Háromság ábrázolása mellett a kereszt is végig fut a szobor törzsén, de a trianoni békediktátumot is felidézi az alkotás.